Komplex iskola felújítás Tarnazsadányban. Egészségnap Lőrinciben. Fókuszban a szakdolgozók. Bútorokat kapott a kórházi osztály. Jó estét kívánok! Önök a HOTV híradóját látják, én Imre Zsófia vagyok. Mintegy 130 millió forint felhasználásával nagyszabású épületfelújítást hajtott végre az EGRI tankerületi központ a Tarnazsadányi Általános Iskolában. Ezzel összesen 132 tanuló és tanáraik számára teremtett kedvező körülményeket a mindennapi munkához. Az Erdőtelki Mikszáth Kálmán Általános Iskola Tarnazsadányi tagiskolájában nagy ünnepséget tartottak, hiszen átadtak egy 130 millió forintos fejlesztést, melyben az intézmény egész épülete megújult. A programelemekről Ballagó Zoltán tankerületi igazgató adott tájékoztatást híradónknak. Egy új 21. századi követelményeknek megfelelő vizes blokk került kialakításra, amely mozgáskorlátozott WC-t, illetve férfi, női, illetve fiú, lány mosdót tartalmaz. A másik fontos programeleme a beruházásnak, hogy energetikai korszerűsítést hajtottunk végre, azaz nyilászárók cseréjét hajtottuk végre az épületen, valamint külső hőszigetelést kapott, és ami nagyon fontos még, hogy a tetőszerkezet is megújult, új cserepeket helyeztünk el. Az igazgató megjegyezte, hogy nem pályázati forrásból, hanem költségvetési forrásból tevődött össze a projekt. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője átadó beszédében kiemelte, hogy felelősséget éreznek az oktatás és az oktatási intézmények iránt, ezért szeretnek fejleszteni. Könnyű újat építeni, akkor a semmiből az ember fölhúz gyorsan valamit. Azonban nagyon nehéz a régit megtartva átalakítani. Tiszteljük hagyományainkat, tiszteljük múltunkat, mint ahogy kezdtem beszédemet, a falakról a múlt nézve ránk, és tiszteljük a jövőt, amiért teszünk és amiért építünk. A képviselő megköszönte a türelmet a pedagógusoknak és az itt tanuló gyermekeknek. A több évtizedes tablókról az egykori diákok büszkén tekinthettek megújult iskolájukra, miközben szólt a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország című dal az ünnepségen. A napokban tartották a Heves megyei egészségügyi szakdolgozók éves konferenciáját 60-ban. 8. éve került megrendezésre, és mindig teltházas a rendezvény. 2018. november végén immár 8. alkalommal tartottak konferenciát a Heves megyei egészségügyi szakdolgozók részére az Albert Schweitzer Kórház szervezésében 60-ban. Az eddigi évektől eltérően idén megújult tematika szerint állították össze a programot, mondta el híradónknak Bugarszky Miklós, a kórház ápolási igazgatója. Eddig azt mondtuk, hogy arról beszélünk, és azzal a címmel rendezzük meg, hogy az ápolás ezer arca. Aztán amikor elkezdtük szervezni, úgy gondoltuk, hogy nem csupán ápolók vannak itt, hanem a terápiás területeken dolgozó szakdolgozók is, a diagnosztikai területen dolgozó szakdolgozók is, és nekik is szerettünk volna lehetőséget biztosítani. És egy kicsit változtattunk a gondolkodáson is, nem az ápolásról, hanem a szakdolgozókról beszéltünk. A szakdolgozók kerültek a középpontba, ez is lett a fő címe a továbbképzésnek, hogy fókuszban a szakdolgozók, sikereink, kudarcaink, és ami a szívünket nyomja. A 10 előadás közül 3 a beteggel való jó kommunikáció elsajátításában segített, annak fontosságát hangsúlyozta, aminek köszönhetően a sikerek és a kudarcok is más megvilágításba kerülnek. Nagyon nagy szerepet kapott most ez a siker-kudarc fogalom megközelítés. Ebben képzett pszichológusok segítettek nekünk, hogy közelebb kerülhessünk a sikerek megéléséhez, illetve a kudarcoknak a elkerüléséhez, és megtudhattuk azt is, hogy a kudarcokra bizony szükség van, mert azok visznek előre, és hogyha megváltoztatjuk a gondolkodásmódunkat, akkor inkább leszünk sikerorientáltak, és nem a kudarc kerülés a lényeg, hanem az, hogy mindig tanuljunk a hibákból. A továbbképzés alkalmával az érdeklődés mindig nagy. A terem minden évben megtelik motivált, információra éhes szakdolgozókkal. Az eseményen idén 133-an vettek részt. Mindig vannak aktualitások, mindig vannak új technológiák, és mindig van olyan gondolat, amit szeretnének megosztani egymással. Talán azt mondhatjuk, hogy mindenkitől tanulhatunk,
és mindenki tanulhat valakitől. Az igazgató elmondta, hogy reményei szerint a résztvevők az anyaintézményükbe visszatérve megosztják frissen szerzett tudásukat és tapasztalataikat a kollégákkal. Az új ismeretek alkalmazása által pedig vélhetően nő a betegek elégedettsége is. Ideiglenes egészségcentrummá változott a Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola november utolsó előtti szombatján. Többféle szűrővizsgálaton lehetett részt venni a tajkártya felmutatása ellenében. Egészségnapot tartottak a Lőrinci Praxis Közösség szervezésében. A Lőrinci Praxis Közösség az EFOP 1.8.2 számon 2017-ben elnyert Európai Uniós támogatás eredményeként jött létre. A projekt támogatás összege mintegy 150 millió forint, futamideje 2018 tavaszától 2019 őszéig tart. Kis területen működő praxisok vesznek részt benne név szerint Lőrinci település, Zagyvaszántó, Petőfi bánya, Rózsaszent Márton, Heréd, Nagykökényes és 61 gyermekkörzet. Minden házi orvos, minden házi orvos mellett dolgozó asszisztens, illetve gyógytornász, egészségpszichológus, dietetikus, egészségfelelős és úgynevezett népegészségügyi koordinátor, akik alkotják a praxis közösség tagjai. Illetve hát jó magam szakmai vezetőként veszek részt ebben. A program elsődleges célja a prevenció, az egészségcentrikus szemlélet erősítése. Ennek érdekében a hagyományos alapellátási kereteken felül további elsősorban kockázatok felmérését és csökkentését, életmódváltást célzó és segítő ingyenes szolgáltatások elérhetőségét is tartalmazza. A lakosság két helyszínen találkozhat a programban résztvevő szakemberekkel. Kétféle lehetőség van, az egyik kötelezően előírt egészségfelmérést kell csinálni. Erre az Országos Közegészségügyi Intézet egy egészségállapot felmérő kérdőívet adott ki. Ezek a praxisokban történnek, külön dedikált időpontban, a rendelésektől függetlenül. Minden praxisnál kértük, hogy jelöljék meg egy héten egy alkalommal, hogy mi az az időpont, amikor a betegeket tudják szűrni, illetve hát az egészségeseket tudják szűrni. Ez az egyik találkozási lehetőség, a másik pedig a maihoz hasonló rendezvények, egészségnapok, illetve a gyógytornásszal, dietetikussal, más egyéb egészségügyi szakemberrel történő találkozás, amik külön megjelölt helyen és megjelölt időpontban történnek. Nyilván a kiszűrteknél a háziorvosok által beutaltak kerülnek már aztán később ide. Van még egy nagyon fontos dolog, amit bevettünk a projektbe, ez a makuladegenerációnak a szűrése. A látásromlás 50-70 éves kor között igen nagy számban előfordul. Minden praxisból évente 10-10 már előszűrt kliens kerülhet be a konkrét vizsgálatra. Az egészségnap alkalmával az odalátogatók különféle szűréseken is tanácsadásokon vehettek részt, mint például ultrahangos pajzsmirigy és nyaki fővérvizsgálaton, anyajegyszűrésen, alsó végtagi érszűkületmérésen, vérnyomás, illetve vércukormérésen, egészségi állapot felmérésen. Emellett volt intim torna, gyógytorna, drogprevenciós előadás, dietetikus tanácsadás is. A szervezők nem feledkeztek meg a kisebbekről sem, akiknek kézműves foglalkozást tartottak, hisz többek között azt is megtudhatták a látogatók az egészségpszichológus előadásából, hogy az alkotás öröme is javítja egészségállapotunkat, az egészségünk pedig a legnagyobb kincsünk. Vigyázzunk rá! A 60-i kórházban idén is várták a Mikulást az intézmény csecsemő és gyermekosztályán. A 60-i kórházban fekvő gyermekek betegségük ellenére kíváncsian várták a Mikulást, aki december 5-én délután meg is érkezett a gyermekosztályra. A piros ruhás érkezésére a gyerekek természetesen fel is készültek, osztotta meg stábunkkal Újvidéki Ildikó, a gyermekosztály főnővére. Megsúgtuk nekik, hogy lesz egy kis meglepetés ma délután. Próbáltunk apróbb dalokat is megtanulni, mivel elég kicsik vannak most az osztályon, ezért ez kicsit nehézségekbe ütközött. A különleges látogató csillogó szemű gyermekek és ápolóik fogadták az osztály ideiglenesen vendégszobává alakított folyosóján, majd közös énekléssel köszöntötték. A gyermekek a csomagok mellett, a gyermekosztály kérésének megfelelően Szabó Zsolt képviselő úrtól, családjától és Fülöp Istvántól új bútorokat is kaptak, amiket a gyermekek örömmel fogadtak és azonnal ki is próbáltak.
A teljes decemberi kiskereskedelmi forgalom rekordmértékű növekedésére számít az Országos Kereskedelmi Szövetség. A főtitkár szerint kedvező a kereskedelem piaci környezete. A magyar gazdaság növekedése, a bérek emelkedése, illetve a kormányzati családpolitikai intézkedések miatt több pénz van a családoknál. Ennek köszönhető a kiskereskedelmi forgalom bővülése. Az idén is tonnaszám vásárolják a magyarok a szaloncukrot, és bár a legnagyobb mennyiség még mindig az olcsóbb, alacsonyabb élvezeti értékű termékekből fogy, a figurás édességekhez hasonlóan itt is elkezdődött a prémium minőségű áruk térhódítása. Az édességgyártók reményei szerint a tudatos választás eredményeként a jövőben ebben a kategóriában is megfordulnak majd az arányok. Önök a HOTV híradóját látták, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken a hajnal és reggeli órákban északon, északkeleten az eső mellett nagy területen hullhat az ónos eső, de fagyott eső, havas eső és hó is előfordulhat. Délután már csak néhol északon eshet kevés csapadék. Szombaton sokfelé eleredhet, az északi középhegységben kezdetben ónos eső, majd havas eső, hó is hullhat. Vasárnap több helyen kialakulhat csapadék.